Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Beszélgessünk Call of Duty Modern Warfare 2019-ről is. Ugye az előző videóban arról beszéltem, legalábbis annak, aki eljutott a végéig, arról, arról beszéltem, hogy, hogy nagyon szeretnék valami kifogás a játékba, és nagyon szeretném azt mondani nektek, hogy nem, nem, még mindig nem azok az a Call of Duty, amit meg szeretném vásárolni, mert nem szeretném, hogy a luftot vásárolnátok, és úton útféle megpróbálok belekötni valamit találni ezen a játékon, ahol azt mondhatnám, hogy, hogy, hogy nem ez az. De eddig 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 nem nagyon találtam kivéve egy dolog, ami engem nagyon frusztrál ebben a Call of Duty-ban és hölgyeim és uraim az kérem szépen a spawn rendszer úgy érzékelem, hogy a Call of Duty ennyi év alatt nem volt képes még eljutni addig hogy egy olyan pályát csináljon, ahol nem fognak agyon szponkilelni. És min <coughs> majdnem minden játék, amiben eddig részt vettem, az legalább egyszer vagy kétszer hozott olyan spawn szituációba, ahol instahaltam a spawnolás után, vagy rakott be úgy ellenfél mögé, hogy én Insta öltem azt az ellenfelet. És itt ütközök egy kis problémában a, a játéknál, mivel, hogy azt még talán a hosszú évek alatt, amúgy is, még talán el tudom viselni, hogy. hogy lesz ponkillelnek, mert előbb-utóbb annyira ráerőltetik az ellenfél csapat, annyira ráerőlteti magát a te hogy előbb-utóbb a játék megfordítja a spont, és, 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 akkor megmenekülsz. De nagyon-nagyon jó darabig, ha egy, egy, van egy ügyes játékos, és ismeri a spón körforgást, akkor úgy fog tudni téged folyamatosan spawn hogy megy a körforgással, megakadályozza azt, hogy a játék rendszere ö, ellentétes oldalra spawnoltasson, mindig azt fogja csinálni a játék, mert addig nem spawnoltat ellentétes oldalra a Call of Duty, amíg az ellenfél csapatnak a legnagyobb része már nem a te és van, vagyis le nem fedi azt a teljes uh, ahova a játék téged beszponolt, és akkor ugye az ellenfél átnyomult megfelelő mennyiségben, akkor a játék fogja és megfordítja a spont, és akkor lehet menni újra. Viszont, ha van egy okos játékos, és nem egyenest átvág, nem egyenest átvág az enemy spawn oldalára, hanem egy körívet ír le, mert a játék addig, megint csak mondom, addig nem spawnoltad le, amíg teljes mértékben el nem foglalod azt a spawn nem spawnoltatja le a többieket, a túloldalra, de hogyha egy körévet csinálsz, akkor a játék mindig tőled egy kicsit távolabb, egy kicsit távolabb, kicsit távolabb le az enemiket, nem ellentétes irányba. Szóval, hogyha, hogyha a pályád nézze, mint egy nagy négyzet, és a nagy négyzeten te egy körévet írsz le, akkor a játék mindig eléd, eléd, eléd fogja szponoltatni az enemiket, hogyha szponkillálni akarsz addig a pontig, amíg a négyzetnek el nem érsz a feléig. Amikor elértél a feléig, akkor sem, akkor sem a ellentétes oldalra fogja besponoltatni az enemeket, hanem a hátad mögé, a félkörívben, amit te megtettél ebben a nézetben, a hátad mögé szponoltatja le az enemiket, szóval nem az ellentétes irányba kell menni, hanem meg kell fordulj, és a félkörívben, amin jöttél, a pályán azon visszafelé haladva megtalálod az enemiket, eh, akiket lelőttél eddig sponky Ez? Erre eddig még nem jöttek rá ehm, sokan. Ezt, ezt, én ezt, eh, hogy is mondjam, magamon tapasztaltam meg, mert áldozatává váltam ennek a ennek a spawn rendszernek, és nem tudom, hogy az a valaki az, az direkt csinálta-e, amit csinált, vagy csak reflexből jött neki, mert ebben a félkör jött a pályán, és a játék folyton elé rakott le, folyton elé rakott le, és zsinórba ötször megölt, amíg aztán a játék nem megint elé le, hanem mögé le, mert nem haladt át a pályán a, tehát elért a pályának, a, a kocka pályának, ugye, a, 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 feléig, ezért a játék úgy döntött, hogy nem, még nem foglalta be az enemi, még nem foglalta be a teljes uh, barátságos pont, ezért még nem fogom őket átdobni a, a pálya túloldalára, hanem ledobom oda, de egy kicsit mögéjük. És ezáltal tudtam végül lelőni azt, aki engem sponkempelt, mert hogy a játék mögé tett abba a félkör ívbe, amit ő megtett, hogy, hogy sponkempeljen. És ez, hogy őszinte legyek, én most itt ebből szempontból az én ez elszenvedő fél voltam, és nem volt túl jó érzés. Nem volt túl jó érzés, és az sem volt túl jó érzés, amikor én nekem sikerült rámenni a Sponky-re. Nem volt túl jó érzés, amikor úgy gondoltam, hogy egy olyan biztonsági pozícióban vagyok a pályában, a pályán, hogy nem fognak, nem fognak mögém spónolni, mert hogy, mert hogy a csapatom is úgy helyezkedett, én, én meg le, lefettem az enemy spont gyakorlatilag, hogy a játék nem mögém spónoltassa őket, és, és akkor is megtette a játék, és akkor hátba lőttek, mert oda spawnolt le tőlem kb 10 méterre két lépést tett meglátott és lelőtt. És éppen amikor az emberek killstre-et szeretne fölépíteni, vagy éppen nagyon taktikusan játszani, ez egy hatalmas probléma. Amire kényszerített engem viszont ez az, hogy tényleg egészen kimenjek a pálya leges, 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 legszélső határáig, hogy véletlenül se hagyjak egy 10 méternyi távolságot a, a feltételezett spawn rendszerektől. Véletlenül se hagyjak egy 10 méteres távolságot, hogy a játék mögém spónoltassa esetleg azt az embert. És mivel egyedül mozogtam az enemy spawn területén, és a csapatom az a túloldalom volt, ezért a játék a két oldalamra tehát nem át a túloldalra szólhatott őket, mivel csak én voltam a egyedül ott a csapatomból, a játék a két oldalamra, ahol több hely volt, oda, oda spónoltatta az enemiket. Tehát abban a félkörívben, amit én sétáltam az enemi spónon, a játék abban a félkörívben, vagy jobbra, vagy balra, mert mögém már nem tudta, ugye, már annyira kihúzottam pályaszélihez, vagy jobbra, vagy balra spónoltatta az enemiket, és így tudtam kontrollálni egy kicsit a játékot. Ez az, amire azt mondanám, hogy ez nagyon-nagyon nem... Ez nagyon-nagyon nem a Call of Duty-ra. Ez, ez nagyon frusztráló játékokhoz hozzá tud vezetni, és amint ráébred a nagyobb tömeg erre a metára, hogy hogyan kontrollálják az enemy spawn akkor onnantól kezdve ez nagyon-nagyon átfordulhat valami durcába. vagyok benne, hogy, hogy, hogy a készítők fognak valahogy tudni védekezni ez ellen. Egy spawn protection már elég volna, Uh, hogy őszinte legyek, ami, ami azért nagyban meggondolnák a, a, az enemik, ugye, hogy, hogy rájöjjenek a spawnodra, mert egy spawn protection az nem lenne rossz, egy 2-3 spawn protection uh, ez ellen, de ez így, ha kitapasztalják a játékosok ezt a metát, a, akkor az igen probléma lehet. És az előző videóban, hogy mi a régi ebben a Call of Duty-ban, ez is a régi. És, és, ilyen reflexből mész ezen, ami és reflexből tapasztalat ki, hogy mi történik, ki fogják tapasztalni a játékosok ezt a metát, és ki fogják használni, de nagyon-nagyon csúnyán. Úgyhogy, ha keresel egy okot, amiért ne vedd meg a kolodjutit, ez az egyik okom, amiért ne vedd meg a kolodjutit. Um, és nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni, hasznos infokat tudtam átadni. Um, iratkozz fel, csengő jelecskére, hogy értesítést kapja videóimról. Nagyon köszönöm a figyelmet. 是那个。See,